Come on! lehúztam, telefon, nem kell, kikapcs. Elnézést, az én hibám volt, nem mondjunk címet, de rossz címet adtam meg, és nem először tettem. Um, mi nagyon régről ismerjük egymást. Um, először vagyok veled olyan helyzetben, hogy alapvetően nem értelek, de majd ki fog derülni, hogy bennem van-e a hiba, vagy egyáltalán van -e a hiba. Um, végül is, amikor te elhagytad több mint húsz év után azt a pártot, amely előtt tudtam, a más pártnak nem voltál a tagja, akkor egy hosszú és vívódó utolsó pár év után hagytad el, különös tekintettel arra, hogy egy olyan választási kudarcot követte, ahol, te, ahol a te uniós képviselőséged megszűnt. Mi bajod volt akkor a pártoddal? Tehát amíg, amíg, kint voltál Unióban, Brüsszelben, Strasbourgban, addig ez kevésbé érzékelted, más foglalkoztatott. Mi volt az, amit itthon aztán tapasztaltál, aminek következtében úgy döntöttél, hogy ennyi elég? Ez nem fizikai lokáció kérdése, tehát hogyha én mondjuk Kamcsatkán lettem volna, akkor is ugyanezek a folyamatok zajlottak volna le. Az én belső történelmem az 2009-re vezet vissza, és akkor sokakkal másokkal együtt, de hát alapvetően a jó kezem munkája volt egy dolgozat Balra Magyar. Ez volt a neve, egy közepes terjedelmi dolgozat, amiben nyilvánvalóan az akkori, tehát 2009-ről beszélünk, akkori körülmények, tehát ez a késői gyurcsányi időszak, eljutunk a -e 2010-ig jellegű probléma foglalkoztatott, és akkor nagyon határozottan azt állítottam, hogy egy gyökeres változás kell a baloldali politikában, konkrétan a Magyar Szociális Töpárt politikájában, és ezt leírtuk, hogy mi, mi, merre, hogyan, miért. Hát ennek őszintén szóval nem volt nagy foganatja. Ez egy erősen zöld, ihletettségű program volt, tehát nem a mai divat zöld, hanem, hanem, hanem egy zöld, hiszen 12 évvel ezelőttről beszélünk, és aztán onnantól kezdve én már nem csáltam más, mint azt, hogy alkalomról alkalomra, évről évre ezek, ennek a dolgozatnak a különböző tételeit vezetgettem föl, és hát aztán tízben, nem kell mondanom, elindult egy brutális leépülés, ami időnként föllángolt a remény, hogy na, talán most, talán most, talán most, de inkább azért mindig lefele, lefele és lefele, mi több középre, 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 tehát ez volt a pártnak az iránya, miközben én a balra-balra irányt javasoltam. És gyakorlatilag 19-ben, hát már 18-ban, amikor a akkori választás lezajlott, bár akkor engem egyébként viccesen, de alelnökké választottak. Mert pár... azt követően, hogy az elnökséget nem sikerült megszerezned. Így van. Hát nyilván miért akartam az elnökséget megszerezni, nem először, nem utoljára, hát azért, hogy balra, balra, balra. Ehhez képest 18-ban ugye alelnöki választottak, tulajdonképpen akkor indult el egy nagyon gyors, hogy mondjam, válóper, vagy valami ilyesmi. Engem azért választottak elnöknek, alelnöknek, mert, mert én nagyon erősen a pártam belül korrupció leépítését szorgalmaztam. Éppen, hogy hajszányival, de megválasztottak. És rögtön, amint letettem az első javaslatokat, hogy mit kell tenni a korrupcióval szemben, elindították velem a szemben a különböző fegyelmi eljárlásot. De ezek konkrét ügyekre vonatkoztak? Há' ah, hogyne? Már melyik? Mindegyik, de most mire gondoltál a fegyelmi... Nem, nem, a, a, a fegyelmidől tudok, hanem hogy ugye azok a korrupciós ügyek, amik, amelyekre hivatkozol, azokról te akkor lojalitásból, vagy másokból nem beszéltél? E, nyilvánvalóan lojalitásból, hiszen egy párton belüli megtisztulás az nem a nyilvánosság ott is lehet, de, de az kevésbé hatékony, mint az, hogy az ember azt mondja, hogy tessék, leteszek formális javaslatokat, Konkrétan nekem azt csípte a szememet, hogy a választott tisztségviselők, mint, 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 mint kis papagája kézből, úgy vették fel a fizetésüket a pártelnöktől, és mondtam, hogy így nem lehet elnökséget És holnap hasonló, tehát egy, amiről beszélsz, egy ilyen jellegű beszélgetés vár majd Horváth Csabár, aki momentán nem az MSZP elnöke, de tegnap két ember az MSZP frakcióból átült a DK-ba, és mint nekem megvannak az információim azzal kapcsolatban, hogy ők mérültek át, mert nem egyszerűen csak a DK vonzerejéről van szó. A hivatkozási forrása, nyilvánvalóan nem adhatom föl. Horváth Csaba majd kénytelen lesz vagy nem lesz kénytelen ezekre a kérdésekre válaszolni. Becsületére legyen mondva, hogy az eddig elmúlt időben jól állt a sarat. Inkább arról van szó, hogy amiről te beszélsz, hogy ez a folyamat véget érjen, illetőleg, hogy hát, amit szoktak mondani, hogy megtisztuljon a párt, ezek ilyen hangzatos szavak, hogy ez egyébként, tehát valahogy azt tapasztalja az ember az MSZP-nél konkrétan, hogy nincs más vágy, mint a lovon maradni. És ennek nincs ára, ha ezért egy gebén kell lenni, akkor egy gebén, ha lógni kell, akkor lógni kell, de, de a státuszkódt nem adják föl. Nagyjából igaz, de én azért ezt egy kicsit másképpen látom. Attól függ, hogy mit értünk a maradással. Hát alatt. a hatalom, tehát hogy valamilyen... Nem hatalom, ez kristálytisztán pénz. Hát igen, de a, a pénz nincsen csak akkor, hogyha egyébként valamilyen mértékben van hatalom, bejutnak az országgyűlésbe, ha nem jutnak be az országgyűlésbe. Hát igen, 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 igen. Nem igen. arról van szó, hogy ők fújják a passzát hát, ezt ez hatalomnak nem mondanám, de oké, okay, státuszkó, ahogy te mondtad, igen. Hát. Mindenkinek, ha, ha nyer egy körzetet, akkor ott azért valami helyi hatalom mégiscsak van. Um, majd el fogunk jutni a végére. Nagyjából 8 óra 4 van időnk, tehát van még fél óránk. Uh, én veled és az iszommal nem tudok mit kezdeni. Megpróbáltam, megpróbáltam de nem, nem, ugye mi volt, hogy telefonon még itt arról is beszélgettünk, hogy tudnék-e neked a kommunikációban segíteni, de aztán hála Istennek nem kellett segíteni, mert fogtad magad és eltűntél. Ugye azt írja az Igen Szolidaritás 2021. február 9-én, hogy 2021. januárjában elsőként a szocializmus fogadtatással és az Igen Szolidaritás főbb számairól kérdezte a választókat, a Daily Vote Research a nemes kutató szakmai kértékelése után február közepén teszi közzé első eredményét, és amióta ezt követem, mert ugye nem ez az egyetlen közzététel, azóta nem tudom, hogy az ISOM az édes testvére a magyar kétfarkú kutyapártnak. Nem, de azért mondjuk a humort azt mi is igyekszünk szemünk előtt tartani, amikor... De sokan komolyan veszik? Hát sokan nagyon sok mindent komolyan vesznek, tehát hogyha én azt mondanám, hogy fiala Jánosnak én voltam nála a stúdiójában, és nyolc lába van, szerintem azt is komolyan vennék sokan. Hát lehetséges, de, de nekem... K... Bár é, szerintem igen, megvan a nyolc egy, álbad, egy, úgy ideig, egy, ideig, egy ideig azt hittem, hogy ezek a felmérések, amelyek arról szóltak, hogy a te a miniszterelnöki ambícióidat sokkal többen támogatják, mint Orbán Viktorét és Márkizai Péterét együttvéve, egy ideig azt hittem, hogy neked kompletül elment az eszed, de aztán rájöttem a végén, de az utolsó pillanatban, hogy ez a humorérzéked, de hogy erről mindenki megvan-e bizonyosodva, ezt nem tudom. Kérlek szépen, olyannyira nem, csak mondom neked, hogy nagyon fejlett, egy prémium csatornánál dolgozó újságíró, ha ne nevezzem meg, amikor mondtam neki, hogy hidd el, ez full hírcsárda, érted? Full hírcsárda. Ezt egy stúdió előtti folyosón mondtam neki. Bement és halálkom olyan elkezdett róla beszélni. Mi a célod ezzel? Kérlek szépen, bele-belepásztázgattam. lehet hogy az ember ugye egyfolytában majd azon gondolkodik, hogy most komolyan beszélsz-e vagy sem. Bele-belepásztázgattam az elmúlt napok adásaiba, és talán többször is kaptam erre hivatkozást tőled az életkorodra, a tiedre. Hát, ami adottság. Na, hát nálam is ugyanígy van. Hát nem egészen van meg. Hát figyelj, az, hogy te... Tehát hogy mondjam, azért az, hogy te mennyire egy életre való, egyrészt jól nézel ki, de ezt most ezen túlmenően, azért az, Jaj, hogy de te köszönöm, hány te is kiskorú gyereket, ki. Ez... tehát a, a gyerekeid száma, és egyáltalán a család alapítása, hogy az élettől akarsz még valamit hogy nem ment el, teljesen a józan eszed a párpolitizálástól, mert a gyermekeid, ugye én teket Facebook ismerősöd vagyok, és ennek következtében láttam a fotóidat, ami persze zavarba hoz engem, mert ennyire közeli viszonyban nem vagyunk, de hogy a családod a legfontosabb, és valójában mindaz, ami egyébként van, az huszadrangú, az az emberre megnyugtató a hat. Tehát, hogy azért az életkor az ebből a szempontból, ráadásul te egy évvel idősebb vagy, mint én. Na tessék. Na most már ezt is megtudtuk. akkor konkretizáljuk a történetet. Én 65 éves múltam, tehát igazi nyugdíjas korba léptem, ami egyébként egy állapot, izgalmas állapot. És azt mondtam magamban, hogy amikor 19 végén, 20 elején váltottam és ott hagytam a Magyar Szocialista Pártot, hogy én természetesen nem akarom a politizálást, mint olyat ledobni magamról, szeretném ezt tovább csinálni, de immár teljesítménykényszer nélkül. Tehát azokkal az emberekkel, akikkel megalapítottam ezt a pártot, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalmat, vagy Igen Szolidaritás, vagy sokak számára iszom, igen. akkor, akkor, akkor én ezt mondtam is a többieknek, jó néven vették, ők is hasonlóképpen gondolkodnak. Ezen arra van szó, hogy gondolunk valamit, azt képviselve tesszük a dolgunkat. Magyarul nem kell olyan ordas kompromisszumokat kötni, hogy mondjuk kifele, hát azért a magyar szociális párban számtalanszor előfordult velem, de és ez nem a szociális, ez bármelyik pártra igaz lehetne, hogy úgymond sokszor az volt a feladatom, hogy védjem a Mundér becsületét, amit tiszta szívből nem tudtam. Oké, okay, de mi volt a cél, vagy mi van a cél, vagy mi lesz a cél? Hát elmondom, gyakorlatilag azért az jól látható volt, hogy Magyarországon a politikai centrum az ugye egy változó dolog, az sosem egy fix pont, az az mindig valaminek a közepe. A politikai centrum a nagyon jobbra van. Uh, és ő, tulajdonképpen a Fidesz is folyamatosan húzódott jobbra, sőt szerintem valahol a szélső jobb határán áldigá. Uh, és az ellenzék, mint olyan, elkezdte követni, és ha jól megnézed, ez a mostani ellenzéki összefogás, az a liberális, vagy mondjuk így, hogy a, még, még, még a legbarra lévő, legbarrább lévő párt is ö, ö, ilyen bal közé vonulat, de egészen, egészen a, 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 a szélső jobbig megy a spektrum. Tehát ennek a hat vagy 7 párti összefogásnak a belső politikai centruma az gyakorlatilag liberális jobb közép. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a baloldal üres maradt. És ezt a baloldali teret akarjuk mi betölteni. Ráadásul úgy látjuk, hogy sikerrel. De hol a siker? Kérlek szépen, hát a siker, az nyilvánvalóan majd a választásokon tud ő, megjelenni, vagy sem. Tehát az, hogy róla... Nem indultatok -e az előválasztáson a fenti okokból Eszünk sem. ágában nem volt indulni az előválasztásokon. Én most, ha megkérdezem, hogy egy mekkora tagságú pártról van, szok, akkor honnan tudja, hogy nem az két farkó kutyapárt beszél belőled? Kérlek, szépen. nyugodtan gondolatod akár ezt is, nekem teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy mi egyébként a közkapcsolataink révén nagyon erősen úgy érezzük, hogy, 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 hogy egy komoly rezonancia mondjuk akkor így van a választópolgárok részére. Elsősorban a vidéki, kistelepülési, Nagyjából fiatal, középkorú korosztály. korosztály. Hát ugye ő, itt van egy matek, egyik mondom a számot 61, egyébként 71 őre van szükség minimum, de hát mi 106-ot szeretnénk, hiszen az a. Tehát sz szeretnénk lefedni a teljes ő, ő területet, az összes létező választókerületet. Miért? most mit tudom én, hogy ha egy-két helyen nem fog sikerülni, de hát a száz fölött azért akkor is illik. És neki megyünk, meglátjuk, hogy, hogy, hogy mi lesz ebből. Mindenféle mérések egyébként azt mutatják, bár én nem vagyok nagy híve a közvetlen kutatásoknak, de úgy, úgy kilóra, úgy nagyságrendére. a méréseket, úgy, tehát láthatóak lettek. Úgy úgy, úgy, úgy szaga van. Most majd erről is mondok egyébként egy-két dolgot, hogyha lesz rá idő. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy ma Magyarországon a lakosságnak bő egyharmada. Bő egyharmada. Tehát nem ilyen 29-30, hanem ilyen 35-40 százalék, Bő egyharmada, igenis vonzódik a baloldaliság, a baloldali gondolatok irányával. És főképpen pokoli elégedetlen a mai magyar kapitalizmussal. Eh, amit türed, Korábban meglehetősen távol állt a Kádár János program, amitől nem hiszem, hogy itt most le tudnék vizsgázni, de természetesen megismerkedtem vele. Azoknak, azaz, azok az elemei, amelyeket a médiában hangoztattok, azért az egy olyan benyomást kelt most másfelől, mintha a, 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 a munkáspártnak lennétek valamilyen szempontból a testvérei. Egyébként valamilyen szempontból ez akár igaz is lehet, bár intézményesek bár intézményes kapcsolat nincs a két párt között, van egy projektben együttműködésünk, ez a nettó 250 ezer forint minimálbér elérése érdekében való aláírásgyűjtés. Jó, de ez a kicsit olyan, mint azért pozícionálnád ennyire, ha tetszik szélső balra. Nem tudom, tetszik. Tudom, tudom, tudom. A pártodat, hogy azt a szélső jobbat, ami a másik oldalon van, azt jobban tudjad megjeleníteni az azzal járó veszélyeket. Nagyjából ez helytálló, igen. Igen. Az, ahogy ilyen módon felhívod magadra a figyelmet, illetőleg a pártra, az e tekintetben sikeres. Azok az üzenetek, amelyeket leadsz, azok már kétértelműek, mert hál' Istennek ugye, mint elmondottam, vala volt, és ebben meg fogsz erősíteni, semmilyen médiatanácsot nem adtam az elmúlt időben, de azok a megjelenések, amelyek a médiában veled vagy a párttal kapcsolatban, de maradjunk nálad voltak, vannak, azok ma inkább úgy tűnnek, mint hogyha egyébként téged a jobboldali média, kesma és vidéke egy ilyen a baloldal vitorlájából való szélkivonásra használna. E, és te hát, ennek nem, nem állsz olyan nagyon ellent. Kérlek szépen, bármilyen furcsa, Nekem az az elvem, hogy ahova bármilyen média, ahova be tudunk menni, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés kivétellel oda be kell menni. Tehát a nyilvánosság az nyilvánosság. Több én, mindenki én eb... a nyilvánossága, és ő, ő, valójában azért ez nem úgy működik ám, hogy... Ő, ő, én elkezdek egy papírt magam előtt tartani egyik oldalon, baloldali média, másik oldalon, jobboldali média, és akkor azt mondom, hogy na, a baloldali az felejtő, a jobboldali az meg nagyon jó lesz. Nem, messze nem erről van szó. Arról van szó, hogy a liberális vagy ballib média nemes egyszerűsége karanténba vágott minket. De olyan szinten, hogy ez néha még ő úgy egyébként a stúdiók folyosóján a szemtől szembe meg is mondják. Van, amelyik főszerkesztő még le is írta. Tehát magyarul kétségünk nincs afelől, hogy az a média, amelyik ezt a hatpárti vagy hétpárti ellenzéki összefogást futatja, ez szó szerint tudottan, vállaltan karanténba vágott minket. Hogy miért, miért nem, ő, erről is hosszasan lehetne beszélni, most csak a tényt rögzítettem. Ennél fogva az, hogy ő esetleg eltekintetben, nem különösebben, de relatíven nyitottabb a jobboldali sajtó. Én nem fogom azt mondani a Kossuth Rádiónak, hogy már pedig én nem megyek be. Ha hívnak, bemegyek. Igen, csak uh, ugye a tendenciózus kérdések következtében, de legyünk konkrétak. A magyar nemzetben készült veled interjú a szeptember 17-i események után 15 évvel, és ott szó esett arról, hogy te mi mindent mondtál és tettél annak idején összödön és összöd után. Az, hogy ez az összedés mindez, mindaz, ami a vonzás körzetében van, volt, lesz, ennyire feltáratlan, ez egy titkosszolgálati történet, amelyet több párt tett lehetővé, vagy ez micsoda, és el fogunk jutni másodperceken belül az Elkurtuk című filmhez, de az ennek csak a Holdudvarában van, nem az a főszereplő. Hát én nekem van egy speciális ismeret, halmazom eh, arról a bizonyos 2006-os esztendőről, Uh, ezek, uh, azt kell mondjam, hogy nagyon szubjektív uh, mozaikot alkotnak az én fejemben. Uh, én nem gondolok ide olyan különösebb titkos szolgálatokat, meg minden. Uh, Jó, uh, akkor konkrétan. Uh, az, hogy azt a beszélgetést, vagy azt a beszédet rögzítették, mint az összes többit, az valószínűleg tudott volt? Hát ott van, a hasonló, hogy hasonló ilyen stúdiódek volt mindig minden frakció azt tudod-e, hogy azt kiszivárogtatta el és jutatta el párthoz, a Fideszhez korábban, majd a médiához? Hogy ne Gyurcsány Ferenc és közvetlen környezete, tehát a munkatársai. Tehát ez egyértelmű. Számomra nagyon. És abból az interjúból adódóan, amit te adtál a Magyar Nemzetnek, ez annak a következménye volt, hogy tisztában léve, tehát tisztában jövve a helyzettel, az előre menekülésnek ezt az útját választották. Igen, körülbelül igen. Mi az, amit te egyébként ez ellen tudtál volna tenni, vagy te ez ügyben teljesen tehetetlen voltál, hiszen e, leírod ebben az interjúban, ami veled készült, hogy te ott összödön és azt követően hogyan viselkedtél, illetőleg, hogy mennyire tette egyértelművé Gyurcsány Ferenc a számodra, hogy nem mi fogsz álláshoz jutni, ha egyébként így viszonyulsz a személyhez és a tevékenységéhez. Igen. Egyébként roppant egyszerű, ezt talán abban az interjúban is mondtam, sőt egész biztos vagyok, hogy igen. Bár még az interjú körülményeire annyit csak egy fél mondatot ad mondjak, hogy engem úgy keresett meg a magyar nemzet, hogy egyszerűen én vagyok a 128. szereplő, aki akkor szereplő volt, tehát ott volt Összödön, és a többi, és a többi, és senki nem hajlandó nyilatkozni. Ha mondtam, én meg igen. Uh, a, tehát magyarul nem én voltam itt a főcsapás iránya, én már a 120. valahanyadik ember voltam, én kerültem az újságíró orgára. De mondom, nekem, de ez, egy, ne, nekem ez egy. Nekem ez elvi dolog, hogy engem egy okay. újságíró kérdez. Okay. Okay. Ezt már tisztáztuk. A ö, másik pedig az, hogy összödön, ö, az a frakcióülés, oké, okay, nyilván nincs két ugyanolyan frakcióülés, de olyan nagyon. Ő, engem maga az ott elhangzott dolgok nem viseltek meg. Engem az viselt meg, és ezt egyébként nem májusban, hanem augusztusban, és ez nincs benne az interjúban, de akik augusztusban frakciótársaim voltak, 2006-ban, augusztus végén volt egy frakcióülés, ahol tombolva üvöltöttem, hogy ez egy neoliberális fordulat, így van Azért volt még egy és hiszen a nyilvános bejelentések hátra van voltak. 1030 ez Ezen 40 képviselő vett részt, és persze ott volt Gyurcsáj Ferenc is. Ekkor viszont már felszólaltam, és emelt hangon, szinte kiabálva mondtam el neki, hogy ezt nem tetti meg a baloldal a baloldali választókkal. Így, 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 Na, hát ez a dolog, tehát majd engem nem összödviselt meg, hanem az az augusztusi és amiről egyébként a nyilvánosság semmit nem tudott. Majd aztán, amikor két hétre rá robbant Budapesten ezer egy bomba, Na akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen hol voltam én összezen. Ezzel kapcsolatban némi vita azért kialakult az újságíróval a tekintetben, hogy azt mondtad, a beszéd nyilvánosságra a kerülésekor azonban inkább a rendőröket verték a tévészékháznál, később aztán a Fidesznek éppen akkor a felelőssége volt a felfordulásban, mint a kormány oldalnak. Igen. Ja, határozottan ezt gondolom, hogy akkor mindkét fél, tehát nevezzük meg őket, a Gyurcsány vezette kormány, illetve az Orbán vezette ellenzék, annak minden ága boga, az konkrétan össze akar csapni. Kon ezt direkt húzták, feszítették egymásnak a kötelet, hogy, hogy és el is szakadt. Ez történt. Más ez nem halt meg senki? Hát nagy. Ebből a szempontból uh, Han Endre személyét leszámítva igaz a történet, vagy inkább igaz a történet, amit Kálomista Gábor színre vitt, sem. A pártomnak van egy ö, újságja, szocik vagy szóciknek mondjuk, és ott megjelent egy nagyon érdekes filmkritika, és én azzal azonosulok, nevezetesen, hogy tulajdonképpen ennek a filmnek pont annyi a történelmi gyökere, mint bármelyik másik ilyen hasonló történelmi eseményeket feldolgozó filmnek. Tehát most csak vegyünk egy népszerű dolgot, Istvánnak a nevű rock opera. Szerintem egy mozzanat nincs benne, ami a történelmi hűség próbálja megállna. Tehát ő... ő De egy a kritikájáról igen, beszélsz. Igen, 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 igen. De... Miért írnak ba... állnében? Parancsolat? Miért írnak Hát figyelj, van néhány olyan újságíró kolléga a környezetünkben, aki szó szerint nem akarja esetleg veszélyeztetni a jelenlegi munkáit azáltal, hogy velünk is szóba áll. De nem fejezte teljes mértékben, csak az idő rövidségére bármikor van, hogy ez vezethete oda hogy a Kossuth Rádió műsorában az hangzik el, hogy Dobrev Klára döntött 2006-ban az utcán lévő ártatlan emberek szemkilövetéséről és megveréséről, aminek kapcsán a demokratikus koalíció pert helyezett kilátás. Nézzen, ezt most nem tudom eldönteni, hogy ez ugyanolyan hírcsárdás félreértés, hogy, tehát, hogy elhiszik a filmet. É, ennyire hülyének nem gondolok azért egy rádiós szerkesztőt, hogy ezt elhiszi ezt a filmet. Én azt gondolom, hogy, hogy szórakoznak idióták, van, benne vannak egy buborékban, aztán... Ez Én tegnap sok emberrel beszéltem egész kivételesen, és tapasztalom ezt a buborékot. Mekkora ez a buborék? Nem a Mindkét oldalon óriási. Mindkét oldalon óriási. És a szavazóknál? Ott is. Ott nem. Ott, Azért a hívek... ne, 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 most Vegyük le azt a 10-20 ezer embert mindkét oldalon, aki tűzönvízen átes a nép, az a pármillió ember, aki egyébként azon a bizonyos vasárnap majd elmegy szavazni, hát azért az messze nem olyan elfogult, mint ami ennek mi azt hiszük. Ebb, nem, ebben teljesen igazad van, akkor rosszul fogalmaztam. Azt kellett volna mondanom, hogy a valóság ismeretük hiányos. A saját helyzetük sem az reálisan. Az egészen. Hát még a saját falujukban lévő történetek is tudják vagy, pontosan. közben dolgoznak, ott meg teljesen normálisan dolgoznak. Na, na, azt, ott hát, hát, az, ott is a benzinkutasok tudják, hogy mi a dolguk. Ez a fajta teljes, hát erre nem tudom, mi a jó szó. Tehát a valóságnak ez a, ez a, ez a furcsa torzulása, ez minek következtében állt be, és amely egyébként nem egy részét illeti a, a, a politikának, és nem egy részét illeti az országnak, hanem az egészre kiterjed, és amelyel kapcsolatban én egy igazán professzionális lobbalon hámozó vagyok. Hát mérsékeltséggel sikerrel, hogy a lobalmat is nagyon nehéz hámozni. Én most mondok egy furcsát, lehet, hogy ki fogsz innen vezetni a stúdióból. Írásban ezeket a részeket szokták törölni, igen? De nem, semmi trágásság nincs benne. Nyugodt, találj. Annyi van benne, hogy én nekem az utóbbi hetekben, hónapokban elég erősen foglalkoztat engem azzal, hogy mi lehet a magyar néplélekben az, ami ezeket a förtelmes torzulásokat okoz. Ezt kérdezem. Én egy okot már látok, lehet, hogy sok-sok van. Egy okot látok, ez a himnusz. Ez a sor, hogy megbűnhődte már enép múltat, sővendőt. Ez egy olyan szintű önfelmentést ad óvodáskortól az embereknek, hogy tulajdonképpen nincs bennünk olyan kényszer, hogy a valósággal is megismerkedjünk, hiszen bármit gondolunk, bármit teszünk, Ebben, figyelj, ez nagyon. Az alól engem a teremtő felmentett. Ezt értem, és van is benne igazság, de még egyszer, ugyanezek az emberek a hétköznapjaikat, illetően nem szenvednek szubjektív idealizmusról. Ugye a Bergszorra mondták az, hogy aki szubjektív idealizmusban szenved, az álljon egy robogó villamos elé, és akkor rá fog arra, hogy az valóság. Tehát az életüket képesek megosztani. A politikát így látják, a más, másban pedig tudják, hogy... Én nem vagyok abban biztos, hogy ez olyan nagyon-nagyon elkülönül, már csak azért is, mert a politikát nem annyira szélsőségesen látják, mint a politika szereplői. De nem látják reálisan. De nem, de sokszor egyébként a saját helyzetüket sem látják. És a politikusok? Például, ha a saját helyzetüket látnák reálisan, akkor nem csinálnának ilyet, hogy gyakorlatilag életük végéig eladósodnak fiatalok. Egyfelől, másfelől pedig elmennek, amiből az adódik, hogy nagyon is realistán látják, hiszen olyan is, is van, szakadni, de azért csak úgy lehet, hogy nem csak elmennek, fizik. van valaki marad. Persze, persze. Persze. És a politika? A politikának ez a buborék képző tevékenysége, ez hogyan vált az idő múltán ennyire professzionális? Hogy tényleg az ember frankon szurkálja, hogy essenek már ki, és tegnap azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok, véletlen így adódott. Ha az ember nagyon intenzíven, érdeklődve kezd velük beszélgetni, akkor átmenetleg kibújnak ebből a buborékból, fél lábukat bent tartják, de képesek. Igen, hát persze pillanatokra talán, igen, aztán vissza az egész, de tulajdonképpen itt van az az eset, akkor mondok egy tipikus buborékot. Ez a Márkizai féle jelenség. Itt ült ebben a székben, itt ült ebben a stúdióban, közölte, hogy az ISZAM, meg én, meg a Székely Sándor, az országgyűlési képviselők azért. Nem egy áruló telefonban volt, de valahogy. Az, az hát a, a telefonban, mindegy, nekem a kép ott igen. maradt a streamben. Igen. 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 Én áruló vagyok, pusztán azért, mert, mert transzparensebb, átláthatóbbá akarjuk tenni tulajdonképpen a politikát, köztük az országgyűlés működését. É, leárulóz, é, majd amikor te szembesíted itt bizonyos racionális gondolatokkal, akkor a végére ismeri, hát tulajdonképpen az neki az nagyon jó lenne, hogyha egy frakció, egy ellenzéki frakció lenne, és nem délibb darabba hét. É, és ennek ellenére innen kimegy ebből a stúdióba, és az egész balli média, meg a rakás szereplő elkezd minket árulózni, pusztán azért, mert így, tulajdonképpen mi történik? Mi is a kormányváltásban vagyunk érdekeltek. Nyilván. Hiszen mi baloldaliak vagyunk. Most ezt nem kell olyan nagyon magyarázni. Na most ehhez képest, amikor látjuk, hogy az a főerő, aki talán a legtöbb rendelkezik erre a kormányváltásra, ez Megy bele a, a, a gödörbe! a hülyesége miatt, most mi az, hogy ellenzéki egység a választásokig, majd utána szétspriccelünk hét felé. Drága barátom. Ez várja, várja, hét felé, és ezt nevezzük kormányképességnek. értem, de e, végigolvastalak téged. azt nem mondom, hogy félszavakból megértjük egymást, de ugye egy dolgot ne felejts. Nagyon szellemesen és nagyon bölcsen mondtad azt, hogy te kikerültél egyfajta nyomás alól de drága barátom, édes szívem, a legyél tisztában, hogy a többiek nem kerültek ki ebből. Én azt tudom, és ennek ezért a... mondtam az életkoromat. Én... De ez nem az életkoroddal de... van csú Figyelj, Nekem, igen. A, 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 az outsidernek, a kibicnek, a kvázi kibicnek, aki vagy, annak mindig könnyebb. A Márki éppen tegnap szembesítettem ezzel a Gémesi Gyögyöt, és én se tapasztaltam volna, ha nem olvasok utána, hogy a, hogy a Márki az egy teljesen reális lehetőség látta az egy választási pártot és az egy frakciót. De nyilvánvaló, hogy a tárgyalásai folyamán a többi párttal szembe kellett nézni, hogy ők ezt nem így gondolják. És hogyha ő egy reálpolitikus, vagy nem reálpolitikus, de egy nem olyan pali, aki elvész, vagy aki azt gondolja, hogy neki mindenáról le kell taposni a többieket, ő hol azt mondja, amit ő szeretne, hol azt mondja, amit a többiek elvárnak tőle, és aki tájékozott, az tudja, hogy vergődik a kettő között, vagy nem is vergődik, hanem szórakozik, mert azt néz Nézi, hogy egyébként minek milyen hatása van, miközben mind a kettő jó neki, de az egyik talán jobb. De ha egyáltalán ez a probléma lesz, hogy hét, vagy nem tudom hány frakció, vagy egy, az már azt mutatja, hogy nyertek, ennek következtében az ő logikája és a te logikád valahol lehet, hogy ugyanaz felé mutat, csak az eszközök mások benne. E Hogyha ő politikus, vagy egyáltalán jó politikus lenne, akkor nem vergődne, akkor irányt mutatna. De Tehát, egy párt nélküli ember, én ezt aki most akarja, értem, attól még azt mondtam, hogy mindenről MSZP mindenáról lovon akar maradni, az Markizai é... pedig egy lovat akar. Jézus Krisztusnak is mindössze 12 apostola volt szemben az egész világgal, viszont ő, én azt mondom, hogy egy politikus, egy líder, az, mutasson irányt. Annak nem vergődnie kell, mint már Péternek. Mondom, a az egyik volt, a másik, mert lehet, hogy professzionisan közlekedik a part és a sziget között. Ugorjunk, csak egy picit félre ettől a vitától. Miért kell ezért engem árulónak nevezni? Az aznapi hangulata ilyen. Ja, értem, hogy az aznapi hangulata. Most akkor az aznapi, ma reggeli hangulatomban én azt mondom neki, hogy hát akkor hm, jó, és akkor most nyomda festék, nem tűrődik. Szóval ilyet nem lehet csinálni, érte? Értsük meg, hogy, hogy ő, ő gyakorlatilag, ez az egész uh, 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 forgatókönyv, amit az ellenzék most innentől kezdve az előválasztás, az egy szép mutatvány volt egyébként. Amit ezóta produkál, ez gyakorlatilag a vereség B forgatókönyv. Ez egy B-terv, amit ezek futtatnak. Hát programjuk nincs, uh, jelöltjeik vannak, mondani valójuk nincs, uh, uh, csak annyit leváltjuk az Orbán kormányt. Bocsánat, az én pártom hát az igazságos. És ez, ez teljesen egyenrangú azzal, amikor azt mondta a Fidesz, nem tudom már melyik választásnál. Két, folytatjuk folytatjuk igen. Oké, okay. Okay. neked egyenrangú, én nekem, meg baloldali politikusként nem, mert én azt mondom, hogy kérem szépen, hogyan lesz ebből nem csak szociális Európa, szociális Magyarország? Igen, akarnak, akarnak egy focilabdát, aztán majd később fölfújják. Igen, értem. Tehát figyelj! De ez az ő felelősségük is, amikor engem kérdezel, hogy én miért ö, ö, vagyok hithű baloldali, hát ezért, mert megtehetem. De nem, ez nem elsősorban baloldaliság ebből a szempontból, te pragmatikus vagy, és a baloldaliság és a pragmatikusság az két különböző dolog. De az tud, tud találkozni? Tud találkozni, de az utóbbinak látom én itt elsősorban a jelentőségét. Um, Egyéb iránt, aki a Városi Kurilt olvas, az, az tapasztalja, hogy nem teszel lakatot a szádra, igazából utoljára alkalmazom ezt a megszólítást, tisztel Bugyi, bugyi Buci, ez ugye MZP-nek szóló leveled, mert én már magam is túl EDBD-nek látom a valóság fényében, rögtön a lényeggel kezdem, a stávolod bevallása szerint az ellenzéki füleknek csiklandozós buzizásod, valójában egy politikai termék, bingo, ez a Fidesznél is az, tehát ebben az ügyben pont egy szinten vagytok, ám ha ennyire elfogadjátok az úgynevezett választói rezonancia üzenetét, akkor feltételezhető, hogy a kurva és a büntetés, hasonló népszerűsége fényében nem lenne kifogásod, ha menj a menny kurva anyádba és dögölj meg politikai termékként való alkalmazása ellen sem, kérlek szólj, ha mégis. Figyelj, ő azt mondta itt erre, hogy erős üzenetekkel szemben erős üzenetek, amit ő nem is feltétlenül gondol komolyan, de hogyha erre van szükség arra, tehát ha ezt, erre van szükség ahhoz, hogy figyeljenek rá, akkor ezt veszi igénybe, és valamilyen módon ez neki eddig sikerült, ugye a műsor 14 éven aluliaknak nem felett, és a igen korlátozott mértékben ajánlott, ugye ezt már korábban is elmondtam. Ez egy kommunikációs fogás a részükről, neked nem tetszik, nekem se tetszik, bejöhet. Oké, okay. én viszont kitartan azt gondolom, hogy ezek és ezek a, az a te itten, hogy, Igen, 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 de ez is mondtam, hogy most már utoljára foglalkozom ilyen történetekkel gyakorlatilag ebből nem lesz jól léte az ember, Eben két kétellel mondtam, nem lesz jól léte, tehát nagyon, nagyon jól lehet ilyen csatározni, ez meg az meg amaz, de erre mondtam, hogy nekik nincs programjuk, egyszerűen nem üzennek semmit a népnek. Mi legalább megmondjuk, hogy öreg, mi egy vaskos bérezést akarunk, mi vaskos szociális jutatásokat akarunk, és a többi, és a többi, és mondok mond. neked egy szörnyű dolgot, a szociális ajánlatot, ha megnézed, a jelenleg létező pártok, most akár csak tömbösen kormány kontra ellenzék, a kormánynak sajnos a sárga irítség fog el sokkal bővebb a szociális üzenete, mint ennek a hatpárti ellenzéknek. És ez engem zavar. És én azt akarom, hogy legalább ez az ellenzék vegye át azt a szociális agendát, amit még nagyon markánsan képviselünk, mármint az igen szolidaritás Magyarországért mozgalom, de ha nem, és ezért akarunk mi 5%-ot elérni, hogy bejussunk a gyűlésbe, mert akkor szét fogjuk zsarolni bármelyik oldal is alakít kormányt, mert bármilyen ügyben csak akkor fogják a Szavazatainkat megkapni, hogyha a szociális minimumokat teljesít. Én ezt tökéletesen értem. Azt kérdezem tőled, és én azt gondolom, hogy Uh, ebben olyan nagyon nem is tévedsz. Azt nem tudom egyébként, hogy ez ilyen mértékben hiányzik-e a másik oldalon. Most mással vannak elő. Hát ez az. de, de azért vitákban és más megnyilvánulásaiban nem teljes szociális érzékenység. Én nem azt mondtam, hogy nem versenyképes, azt az ajánlat. Tőlet, hogy jelen pillanatban te, uh, túlmenne azon, hogy ilyen leveleket írsz, amivel nagy valószínűséggel barátokat nehezen szerzel, de lehetséges. nem volt szándékomban, nemzeti életben -e barátot az emberekkel. Uh, mint komoly emberek, amiről nem fogsz beszámolni egyenként, amiben egyébként szót váltotok arról, ami neked, vagy nekik fontos, vagy nem vagy kapcsolatban már ebben az esztetésben. Ez egy fura keveredés, mert ugye azok a vagyok kapcsolatban, akikkel a különböző frontális szinteken találkozom, tehát mondjuk egy stúdióban, az utcán, rendezvényen, baráti társaságban, bárhol, tehát ahol fizikailag talán. Jó, mondjuk a pandémia ebben nem sokat segített, ez kétségtelen. Na de hát ez a politika is, egy virtu, politika is, egy virtuális térben zajlik, tehát emberek képesek úgy elvált, üzenetet, vált, váltani, hogy akár a biztos életben nem találkoztak, és, és, és mégis kialakul be az, te azt gondolod, hogy süket fülekre talál az, amit te mondasz? Tehát te, te nézz akkor Én a Márkizai Péterrel személyesen még egy szót nem váltottam az életben. Ezzel együtt ment rengeteg stúdióba engem árulózni, én meg cserébe rengeteg platformon bugyibucizom őt. De most oké, okay, ez, ez mehet, bár én ezt már unom egy kicsikét, tehát oké, okay, egy pofon, egy pofon rendben van, de az emberekkel kéne már foglalkozni az égszerelmére. Most olvasom a reggel, hogy a szakmunkás minimálbért bizony már 250 ezer bruttóra akarja tenni a kormány. És akkor én visszagondolok, hogy egy évvel ezelőtt, amikor mi ugyanezt mondtuk, azóta mi számaink már előrébb vannak egyébként, mert most már 350 ezret akarunk, na mindegy, nem mindegy, bocsánat, egyáltalán nem mindegy. De amikor tulajdonképpen a Fidesznek az ígéretei úgy érnek be minket egy éven belül, hogy egy évvel ezelőtt ezekre a számokra az ellenzék tombolva ordított, hogy ez lehetetlen, Na ilyenkor vérzik a szívem, hogy itt vannak előttünk tök reális célok. Miért nem lehet ugyanúgy, mint Lengyelországban 50 ezer forintos családi pótlék? Miért nem lehet 250, illetve szakesetekben 350 ezer forint a minimálvér 1000 euró alatti összegekről beszélünk, miközben Európának a döntőhányadában nagyságrendekkel több. Miért kell 100 ezer milliárd forintok szintjén kipumpálni ebből az országból a tőke. Nem csak a nyugati nagy tőke, hanem a hazai nagy tőke, adriai meg, meg, minden az égvilágon. Amiről én beszélek, hogy a minimálbér mennyi legyen, most mondom neked, egy dolgozóra jutó GDP egy hatodát, 15 át akarjuk a dolgozó zsebébe tudni, és erre nekem azt mondja az egész politikai szféra, hogy ez lehetetlen. Fraszt! Innen fogjuk folytatni, mert pontosan 8 óra 4 perc van. Szóval melyik vizet választod? Nincs vizem. Ja, de itt, itt, itt van. Hát nézd, figyelj ide, így jó? Yes. Jó. Oké. Okay. Figyelj, idén még találkozunk. Nagyon örülök, Az utcán nem futunk. Köszönöm szépen. Ja, mármint lipótban, ugye? Ugye, uh, és egyébként itt. És e, tudom esten... elköltöztél? Én el. Elég Nagyon szomorú vagyok. Na én te is vagy az árulók, okay, kérlek. Én, 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 én permanensen. Oké, okay, köszönöm szépen. Safe See ya.